Egy roppant ügyes embert ismerhetnek meg közelről, aki tulajdonképpen a semmiből egy valóságos birodalmat épített fel. Ha létezik olyan, hogy magyar felnőtt filmipar, akkor abban ő minden bizonyal az első számú tényező. De nem csak itt Magyarországon, hanem Európa, sőt világszerte is elismerik. Összesen több száz film és 28 hazai és nemzetközi díj fűződik a nevéhez, köztük négy a műfaj, talán legrangosabb elismeréseként számon tartott pornó oscar D. Kovács István Kovi, felnőtt film producer és rendező, hogy ez a hivatalos titulus. Igen. Ki meri azt jelenteni, hogy ezt a műfajt szerelemből, szenvedéből csinálja, vagy amihez talán még nagyobb bátorság kell, hogy elsősorban a pénzért? Hmm. Szerelemből, szenvedéből, szenvedéből. Tehát én ezt nem szakmának, én ezt hivatásomnak tekintem. Az, hogy pénzt is lehet vele keresni, az pedig egy jó dolog. Magyarán abból érek, ami a hivatásom, illetve ami a hobbim. Egyébként arra meg külön büszke vagyok, hogy a bevezetőben nem a pornó szó hangzott el, hanem a felnőtt film. Ez Mind... tűnt, hogy mindig felnőtt filmet használ. Hát igen, mert én ezt én vezettem be Magyarországon a köztudatba, ezért vagyok erre büszke. Mert amikor én ezt elhatároztam, hogy már nem fogom használni azt a szót a műfaj megjelenésére, hogy pornó, akkor abból lett hogy a pornó, mint szó, az egy megtűrt, egy pejoratív jelző, nem is hangzik túl jól, nem is cseng túl jól, és akkor azt mondtam, hogy akkor legyen felnőtt film a műfaj megjelölése, és egy csomó média át is vett, és a mai napig ezt is használja. Ebből is látszik az, hogy a pornó szót sokkal nehezebb kiejteni, mint mondjuk egy felnőtt film szó, de nem én találtam fel a spanyol viaszt, hiszen az angol száz nyelv területen adult movie, ami szintén, szintén, szintén azt, de nagyon sok helyen használják azt, hogy blue movie, x movie, tehát az, hogy porn movie, azt nem nagyon, nem is tudom, hogy hallottam-e valahol külföldön. Én is maradok akkor a felnőtt film kifejezésnél, de visszatérő az eredeti kérdéshez, amit úgy is föltehetnék, hogy elsősorban önt a filmkészítés érdekli, vagy az erotika? Minden kettő ezt mind a kettőnek a szereteten nélkül ezt nem lehetne csinálni, akkor nem érdekelt volna az erotika, lehet, hogy természetfilmes lettem volna, vagy bármi más. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például amikor hivatásosan ezt a műfajt kezdte elűzni, előtte műkedvelőként fogyasztó volt? Tehát komoly pornófilm gyűjteménye is volt akár? Porno. Felnőtt filmgyűjtemény. <glyenin> Jó, köszönöm, csak szeltem. A gyűjteményem nem is volt, de de rengeteg filmet láttam. Nagyon sokat utaztam külföldre, elsősorban Nyugat-Európába, és láttam azt, érzékeltem azt, hogy ez a műfaj érdekli az embereket. Rengeteg pipsóba, erotikus moziba, szexóba bementem, kertelésbe, meg kíváncsiságból is, nem szégyellem. Én még emlékszem arra, hogy láttam ezen a kis 8 mm-es filmen, felnőtt filmet, akkor még pornofilmnek hívták, vagy hívtam. Érdekelt a műfaj, érdekel a mai napig is. Az egyébként tudatos döntés volt a kezdet-kezdetén, hogy vállalja az arcát? Tehát ön a kezdet-kezdetén, hogy 91-92, amikor elkezdte ezt a műfajt, nem húzódott háttérbe, mint oly sokan szerintem ebben a műfajban, hanem Azonosították azzal, hogy a igen igenis az egy felnőtt filmrendező. Most igyekeztem le a pornót ez használni. A lehető legtudatosabb döntés volt a részemről. Ismertségre is <coughs> vágyott, ez nem. azt jelenti? Nem. Nekem az volt az első számú uh, célom ezzel, hogy arc, adom az arcomat, adom a nevemet hozzá a műfajhoz, és ezzel megpróbálom elfogadottabbá uh, tenni a műfajt. Tehát nem egy háttérben való, megbúvó, titokzatos valaki, aki lehet, hogy sokan kérdezték, hogy mafia, vagy mafiózó, vagy mondjuk egy strici, vagy egy kábítószerező alkoholista valaki, hanem én azt mondtam, hogy adom hozzá az arcomat és a nevemet, és oszlassunk szét olyan tévhiteket, negatív, pejoratív előítéleteket, amik egyáltalán nem jellemzők a műfajra. Elő előfordulnak, de nem ez a jellemző a műfajra. Na most ezt nyilván arccal és névvel lehet csak megtenni. akkor állik hitelessé. És miután ezt felvállalta, nem is bántották, nem is érzékelt ennek mondjuk a negatív hatásait? Egyáltalán? Nem találkozott ilyennel? Furcsa módon találkoztam, ami furcsa, hogy a szakmabeliek részéről. Mondaná egy példát? Hát sok példát tudok arra mondani, amikor visszajutott a fülembe, meg érzékeltették is, a nem szakmabeliek, hogy miért én vagyok a, a, a. Tehát ha valami a műfajjal kapcsolatos kérdés felmerül, vagy valami történik, miért mindig engem kérdeznek meg, miért mindig én vagyok elő, ahogy én is mondtam, miért engem azonosítanak a műfajjal. Hát azért, mert én vagyok az, aki első perctől a nevemet és az arcomat adom hozzá, és nem XY, aki akkor még javában aludt fél tízkor, amikor én már reggel hatkor bent voltam valamelyik kereskedelmi tévében, azért fölkeltem hajnalban, hogy elmondjam a véleményemet bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. Legyen az akár erotika kiállítás, legyen az bármiféle olyan adott esetben botrány, amit nem mi csináltunk, de mi a véleményem róla. De élvezte is ön ezt a nyilvánosságot, nem? Nekem így kívülről úgy tűnt, hogy nincs ellenére az, hogy megismerik, hogy sztárolják, hogy egy picit celebnek is kiáltották ki. Hát, hogy én celeb vagyok el, vagy nem, azt nem tudom. Ö azt, hogy élveztem-e, azt se feltétlenül mondom, én azt mondom inkább, hogy ezt úgy gondoltam, hogy vele, vele járója a szakmának. Egyébként felismerik, ha megy az utcán, akkor. Minden Igen? Persze. És miket mondanak? Hát, hello, Kovi, Szia, COVI, tiszteletem, COVI úr, nem szerepelhetnék el egy filmjében, de jó lenne együtt lenni, xy nál nincs szükség munkaerőfelvételre, munkaerőre átfütyülnek kocsiból, piros lámpán állok, dudálnak, letekerik az ablakot, hello, kovi. De beszólongatni nem szoktad? Nem, soha. Mind pozitív. Mind pozitív. Visszatér még az előző kérdésre, hogy az a negatív élmény kizárólag a szakma irigyeim és féltékeny emberek miatt vannak, se a társaságomban, se a baráti körömben, se a, a környezetemben, soha senki nem illetett egyetlen egy negatív jelzővel sem. Ugorjunk egy nagyot, mert azért hosszú út vezetett odáig, hogy pornó pápa, pornó ja. császár, így emlegetik önt. Szóval... Ilyen, hát már eleve ez a szó összetétel, hogy pornó pápa. Már ezettől feláll a szőrátoma. Akkor ezt se fogom használni. Hát pornó és a pápa összetérése, összetétel, ez nem túl tiszteletteljes a illetővel szemben. Ö, szóval hosszú út vezetett idáig, és én úgy képzelek el egy ebben a műfajban tevékenykedő embert, mind aki már mondjuk fiatal korában is habzsolja az életet és falja a nőket. Ön ilyen volt? Nem, sőt, egyáltalán nem ilyen voltam. Megjelent nemrég egy könyvem a bűnös élvezet, ha már egy kis reklámú csapatok neki. Na, abban le van írva egy fejezetben, hogy kifejezetten visszahúzódó, gátlásos és félénk fiatal ember voltam. Egészen talán a gimnáziumi tanulmányaim végeztéig. Üh, az történt ugyanis, illetve az volt a helyzet, hogy egy férfi, férfi fiú fiú gimnáziumban jártam, tehát csak kizárólag fiúk jártak a gimnáziumban. És ha jól emlékszem, harmadikosok voltunk már, amikor koedukáltá vált az iskola, és már az első-másodikosok fiúk is voltak, és lányok is. És emlékszem rá, hogy az osztálytársaim hát vadázták a csajokat. Én meg inkább elmentem focizni, vagy elmentünk egy sört meginni a haverjaimmal. Gátlásos volt? Hát valószínűleg az is voltam, meg jobban érdekelt abban az időszakban még, még a, a, nem, nem a lányok a csajozás érdekelt jobban, hanem az, hogy, hogy, hogy tudunk mi haverok együtt bulizni. Ez mikor változott meg? Hát amikor, valószínűleg akkor, amikor kikerültem a szülői felhatóság ala, ala, alól, mert azért nekem még 18 évesen is 9-kor, 10-kor otthon kellett lennem. Tehát azért ilyen szempontból meglehetősen szigorúan voltam fogva. Amikor meg már önálló voltam, akkor már felfedeztem a diszkókat, felfedeztem azt, hogy el lehet menni az éjszakába, és egyszer-egyszer haverokkal iszogatni, ott aztán ki tudja, mi történik. És akkor az így szép lassan meg akkor lettem, azért már egyre inkább férfiasodtam is, mert amikor iskolába jártam, tehát, a gimnáziumban hosszú, nagy, langalét ember voltam, és aztán én szerettem, hogy, hogy azért kezdek tetszeni a lányoknak. Nagyot nézhettek akkor egykori osztálytársai vagy barátai, amikor hm. megtudták, hogy mivel foglalkozik. Hát igen, ez is le van írva a könyvben, hogy volt egy gimnáziumi osztálytársam, aki amikor már ment a, a ideó, és neve volt, meg ismert is volt az arcom, meg hozzám kapcsolták a céget is, meg a műfajt. Ő pedig felhívott engem, hogy neki Szentendrén van egy sex shopja, és hogy szeretne tőlem folyamatosan venni oda filmeket. Meg a dolgokat, nem láttuk egymást X-10 éve, de azt nem gondoltuk volna akkor rólad, hogy te belőle ez lesz. Tehát ez volt a konklúziója a dolgnak. Akkor ezt majdnem elismerésként is felfoghatja ilyen Annak, annak fogtam föl, igen. Közismert sztori szerintem, hogy ön fotóriporterként tevékenykedett, elég sikeres fotóriporter, volt, olyan száguldó fotóriporter volt, fotózott, ügyes fotósnak tartották, aki ebből meg is élt, és egy sportbaleset következtében, egy teniszbaleset következtében a térde megsérült. Azt viszont nem tudom, és ezt egy helyütt olvastam, hogy annyira komoly volt ez a sérülés, hogy az az esély is fönnállt, hogy gyakorlatilag nem fog többet lábra állni. Hogy lehet egy ilyen apró pici sérülésből ilyen nagy bajt nem, létrehozni. Nem egészen, tehát nem teniszbal esett volt, hanem fallabda. Fallabda. Megütöttem az ütővel a térdemet, kaptam egy posztleválást, és a, hát nem tudom, kimondhatom a kórház nevét, hogy az Orfi-ban történt a műtét. 1991-ben, a jól emlékszem, vagy 90-ben, akkor volt a taxis blokád, egész pontosan. Tehát ehhez a dátumhoz tudom kötni. Azt mondták nekem, hogy ez egy olyan egyszerű rutin műtét, hogy a fűtő vagy a portás is meg tudná csinálni. Hát valószínűleg ők csinálták meg, mert teljesen elfertőztek a jobb térdemet. Az ígért háromnapos kórházi tartózkodásból lett fél év, de ami lényeg az az, hogy utólag mondták meg, hogy örül, olyan súlyos volt a fertőzés, hogy utólag mondták meg nekem, hogy örüljek, hogy nem vágták le a nem kellett levágni a lábamat. Mert hónapokig nem tudták a, a baktériumot, ez egy olyan speciális kórházi baktérium volt, hogy hónapokig nem tudták kiölni, a, tehát az antibiotikumra nem reagált normálisan. Aztán végül átkerültem az orvosi rehabilitációs intézetbe, akiknek azt köszönhetem, hogy először is lábra állított az ottani főnővér, de drasztikus drákai módszerrel. Másodszor pedig ott olyan tényleg nagyon-nagyon jó orvosok kezébe kerültem, akik megtalálták azt a gyógyszert, ami aztán egy hét alatt eltüntette a fertőzést okozó baktériumot, amit egy másik az orfiban hónapokig nem tudtak megcsinálni. Azért ez egy küzdelmes időszak lehet? Tehát ilyenkor hát, az ember igen. eszébe nagyon rossz gondolatok is eszébe jutnak? A legrosszabb gondolatok jutnak ilyenkor az ember eszébe. Csak még egy példa az orfi orvosának a szakértelméről, amikor tényleg heteken keresztül nem tudták, hogy mit csináljanak velem, mert egyszerűen nem reagált a baktérium az antibiotikumra, akkor a sebész főorvos, aki operált, nem biztos, hogy főorvos, csak sebész, Behívta a feleségemet az orvosi szobába, és közölte vele, hogy az ön férje valószínűleg éces. Ez innen terjedt el, mert egy időben ugye ez közszálljon forgott, hogy ön éjtszes. De azt hittük, hogy egy marketingfogás, megmondom őszintén. Hát ez aztán nagyon szép marketingfogás lenne, soha életemben nem használnék ilyet. És kérdezte a feleségem, hogy mi, most miért? De ugye még akkor nem ezzel a műfajjal foglalkoztam. Igen. Tehát még amúgy is ez teljesen indokolatlan is lett volna. Ez vetett véget a fotós karrierjének. Ez a fotós karrier hát befejezését az jelentette. volt, igen, és a, itt ennek a mostaninak pedig az elindítója. És akkor a feleségem amellett, hogy azonnal zokogni kezdett és sírásra tört ki, megkérdezte a doktort, hogy nem létezik -e ennek valami, nem lehet laboratórium úton kimutatni. ezt. ugye de ki lehet, hogy az orvos most tesszük le a vért, és akkor majd többet tudunk, és persze természetesen, nem voltam az, most se vagyok az, ha miért lennék. De hát hogy lehet egy orvos ilyen felelőtlen, hogy egy feltételezést elmond valakinek a közeli hozzátartózának, hogy valószínűleg, mert hogy az antibiotikumra nem. Az eszébe se jutott, hogy rosszat adnak, hiszen a, a másik kórházban megtalálták az ennek. Nem, a maga férje biztos éces. Na ennyit a... Ennek a kórháznak, az egyik orvosának a szakértelméről. Ebben az időben mi adott önnek erőt, hogy igenis érdemes tovább lépni? Kizárólag a feleségem szeretete, odaadása. Hát ugye erről arról beszéltünk, hogy vannak-e ilyenkor sötét gondolatok. El lehet képzelni azt a szituációt, amikor mondjuk voltam 30 év körüli. Igen, kicsit több, mint 30. 75 kilo volt a versenysúlyom, mert sportszerűen űztem a fallabdát, akkor még squashnak hívtuk. Jól kerestem, szerettem a szakmámat, megvolt az egzisztenciám, megvolt a munkám, nem kellett semmitől félnem. Tényleg megvolt mindenünk, amit szerettünk volna. És egyik pillanatra a másikra egy ilyen szerencsétlen eset miatt közlik velem, hogy örüljek, hogy nem kellett levágni a lábamat. Tudatosuljon az emberbe az, hogy az eddig élete az véget ért, a szakmáját, a, hivatását elfelejtheti, mert ez mozgékonyság kell, az innentől fogva, hát saját pénzen operáltattak, illetve hát a feleségem németországi, akkor még nyugat-németországi rokonai segítettek abban, hogy egy harmadik műtétet kint az nsk ban végezzenek a térdemen. Ott az operáló orvos azt mondta, hogy amit itthon végeztek, az egy hentes munka volt, így mondta. Az állandó fájdalom, tehát az, hogy az ember nem tud úgy megmozdulni se. Azt mondta ez a német operáló orvos, hogy úgy éltem az elmúlt másfél évben, mintha folyamatosan nyílt törés lett volna a térdemben. Tehát nem volt, azt mondták nekem különböző kórházakban, hogy ne szimuláljak meg, ne kényeskedjek. És akkor ez az orvos azt mondta, hogy tehát ha minden mozdulat fáj, akkor az ember még egy, ezt is meggondolja, egy pici mozdulatot. De hát igazából szerencsére ez a múlté. Mondom, a feleségem szeretete teljes, teljes ö, odaadása nem lett volna, akkor már lehet, hogy nem beszélgetünk itt. Mi, az is megfordult a -e fejébe, hogy esetleg öngyilkos lesz? Persze, meg. Ez komolyan megfordult, vagy csak hát az mi... embernek rossz gondolatok is átfutnak az agyán, és utána az elfelejti, vagy ez akár napokig is kínoszta? Egy-egy hát ilyen még gondolat. egyszer mondom, az állandó fájdalom, a, az élet teljes lenulázódása és megváltozása, a teljes kilátástalanság, az, hogy egy, egy sportoló, jó egzisztenciával rendelkező, jó, jól kereső fiatal emberből mondhatjuk azt, hogy egy sánta roncs akkor. Most is húzom a jobb lábamat, de legalább most már vagyok roncs. És <laughs> hogy jött a képbe az erotika és egyáltalán a felnőtt filmipar? Tehát ez hogy jutott ennek az eszébe, hogy ezzel kellene foglalkozni? Hát ahogy mondtam már az előbb is, hogy én sokat voltam külföldön, és láttam, hogy egyrészt tetszik is, nem idegen tőlem a dolog, maga a szex és az erotika, és akkor még Magyarországon ez nem volt. Ez hideg üzleti számítás volt, hogy tetszik? Tehát jó orral, jó szimattal ön rájött arra, hogy szokták ezt a marketingesek mondani, hogy piacirés van Magyarországon ezen a területen, és ezzel érdemes foglalkozni? Hát most már utólag belemagyarázhatjuk ezt, de azért azt tudni kell, hogy senki nem gondolta volna abból, ami elindult, hogy ez lesz belőle, ami lett. Mert azért azt tudni kell, hogy amikor az első egy-két filmet megcsináltuk, a lakásunk volt az iroda, egy íróasztal volt a, az, az egész, tehát egy postafiók cím volt megadva, én magam más voltam az elején, akkor még VHS kazettákról beszélünk a, a, a filmeket. Az egész amatőr módon indult el, de aztán, aztán egyre jobban. Tehát az én kitaláltam egy szlogent, ami aztán nagyon sikeres lett. Ami az volt, úgy szólt, hogy magyar film magyar szereplőkkel. Ezt azért tettem, mert amikor elkezdtem a filmforgatást Magyarországon, akkor még nem létezett ez ilyen céges színvonal. Tehát az, hogy egy cég csak ezzel foglalkozzon, minden hónapban kiad X számú filmet, erre a vevők, közönség minden hónapban számíthat. Tehát ilyen nem volt Magyarországon. Egyedül olyan volt, hogy volt már egy olyan cég, amely külföldről behozta a filmeket, szinkront kapott, magyar címet, magyar borítót, és akkor ez forgalomba került. De olyan, hogy valaki itthon jártson filmet, nem volt, és akkor ez azért volt jó ez a szlogen, hogy magyar film, magyar szereplő kell, mert az a fiatal lány vagy fiú szereplő bármikor szembe jöhet velem az utcán, vagy bár a nézővel. Bármikor leülhet mellé egy padra, a moziba, egy kávézóba, egy étterembe, míg a nyugati nagy szupersztárokkal kapcsolatban ez elképzelhetetlen lenne. Tehát így sikerült, ez egy jó ötlet volt, ha ezt mondhatom szerint, szerényen, hogy ezt itt tudatosítottam a nézőkbe, hogy ez igenis itt készül Magyarországon, és magyarokkal, és elsősorban magyaroknak. Akkor a kezdet-kezdetén mit szólt ehhez a felesége? <kül> Egy dolgot kér tőlem, illetve azt mondta, hogy ha ehhez van kedved, csináld, egy dolgot kérek tőled, ne kelljen benne csalódnom. Ne csalódjak benned. Nem is adtam rá okot. Ezt gyakran, gyakorlatilag nincs olyan interjú, hogy ne kérdeznék meg öntől. Biztos halálosan mondja, hogy vannak-e szereposztódíványok. Erre mindig elmondja, nincsenek, vagy legalábbis vannak, az ön esetében soha nincsenek. Hát akkor most először azt mondom, értem, hogy vannak. Vannak, de nem az ön esetében. Hát csak nem én fekszem benne. Igen. Ezt most csak azért mondtam, mert tényleg ezerszer elmondtam már, hogy biztos van, ahol van, nálam nincsen. Sőt, azt is tudom mondani, hogy a többség rendezőnél nincsen. Tudok olyan rendezőről, akinél ez kritérium, tudok olyan rendezőről, aki még saját maga is részt vesz egy idő után a saját maga által rendezett filmekben, mint aktív szereplő, de ott például ez koncepció, hogy ő is beszáll. Nem ez az általános. Az általános pontos, pontosan annyira nem általános ez, mint hogyha ezt is szoktam mondani, hogy a gyárigazgató nem az alapján veszi fel a titkárnőjét, legalábbis általában, hogy ő majd milyen extra szolgáltatásokra hajlandó mondjuk munkaidő után, mert hiszen akkor nem fog tudni gyorsan, hát akkor még gyors és gépírni, tehát nem fogja túl jól kezelni mondjuk a számítógépet ha ő nem is élt ezekkel a lehetőségekkel, de felajánlások azért csak voltak, vagy felajánlkozások csak voltak. Az elején volt, e, sőt, hát és is számtalan szor volt, hogy, hogy jöttek oda hozzám lányok, hogy megvigasztaljak, ha mondjuk rosszabb volt a kedvem Egy után elterjed mindenki, mint hogy én is tudom, hogy ki az, aki igen, rólam is tudják, hogy nálam nem. Tehát nem is érdemes se kérdezni, sem mondani, mert úgyis elutasítás lesz a vége. Tehát elterjedt rólam, ez nagyon egy szűk kör és nagyon kicsi a szakma, elterjedt rólam, mindenki tudta, hogy nálam nem is érdemes próbálkozni. De ez már fotós koromban is így volt, mert én fotóztam erotikus, tehát készítettem erotikus fotókat is lányokról. Ott sem az volt a kritérium, hogy ki az, aki kedves lesz hozzám, hanem azt mondtam, hogy ki az, aki jól néz ki, és úgymond oda kerülhet az ilyen fényképezőgép. Pem elé. Mert attól, hogyha mondjuk ő kedves volt hozzám, csak azért fotózom le, attól ő még nem biztos, hogy megfelel a szakmai elvírásoknak. És el lehet képzelni azt a szituációt, amikor én ülök a monitor mögött, és szólok a szereplő mondjuk lánynak, hogy figyelj, ez nem jó így, mert nem jól csinálod, másképp csinálni, és akkor ő meg visszaszólt a stáb előtt. Be ezek tegnap este, amikor izé, akkor jó voltam. Ez a tipikus házi nyúlra nem lőünk alapszabály, ami nálunk sokszorosan e, szükségeltetik betartani. Értem. A szüleim mit szóltak hozzá? Akikről, ha jól tudom, már ahhoz, hogy elkezdett ezzel a műfajjal foglalkozni, akikről, ha jól tudom, vallásosak. E, hát végre egy kérdés, amit még soha nem tettek föl nekem. Na, akkor igyekszem erre, <laughs> el, hogy nem éjj, 20. perc tájékán sikerült elérni. E, jól van. E, hát apu sajnos már nem él ő, meg anyu is, igen, tehát tényleg vallásos emberek voltak, vallásos neveltetést kaptak. Hát nem nagyon örültek neki, hogy ezt én csinálni fogom, de egyrészt az volt az egyik fő érvem, hogy mégsem én vagyok a kamera előtt, hanem én a kamera hátsó részre mögött vagyok. E, aztán elfogadták. Apu sajnos sokkal hamarabb meghalt, így is húsz éve. De már amikor, mielőtt meghalt volna, már akkor is kezdtek sikereim lenni. Büszkék voltak rá? Hát Tehát most már nyúl, igen. Most mondta, már. Például, édesapja mondta azt, hogy István ez rendben volt. Tehát azért tudjuk mi ezeket hát a sikereket. Ő igazán soha nem mondta azt, hogy ez rendben volt, de utána már nem, szal, nem szapult és nem, nem, nem vált hozzá rosszallóan. De édesanyja büszke, aki Hát ma most is már él... igen. Most már jó pár éve igen. Hát hiszen most már ő is tudja, hogy az azért mögött munka van. Tehát ez nem igazán úgy történik, ahogy sok, sokan képzelik. Abból gondolok, hogy e-maileket kapok, meg egy-egy barátom, persze milyen jó neked, tehát állandóan tele vagy csajokkal, körbe vagy véve csajokkal, meg hogy kapom az e-maileket srácoktól, hogy szeretnének szerepelni, és hogy milyen jó, milyen jó buli ez, hogy jó csajokkal vagyok együtt, és még pénzt is keresek vele hát nem erről van szó, azért ezt mondhatom a szószoros értelem, hogy kemény munka. Honnan tudta ön, amikor ebbe belefogott, hogy ezt az egészet hogy kell csinálni? Filmezéshez nem volt sok köze. Fotózott ugyan, de az lássuk be, ha valaki filmezik, azért ez egy picit más műfaj, mint egy fotóaparátust igazgatni. Honnan tudta, hogy egy stábot hm. hogy kell mozgatni? Hogy néz ki ez az egész műfaj? Hogy épül fel egy forgatás? Hogy kell tárgyalni? Sehonnan nem tudtam. Az volt a szerencsém, hogy <kül> Volt egy barátom, van egy barátom, aki akkor, abban az időszakban összehozott egy olyan operatőr-rendező, végzett, tehát sőt, még oktatott is, a, akkor még úgy hívták, hogy film, filmművészeti főiskola, tehát egy végzett rendező-operatőrrel, aki ugyanígy azt mondta, hogy én is szeretnék ilyen típusú filmeket csinálni, csak neki még nem volt hozzá pénze és akkor így összehoztuk, hogy én leszek a producer, ő pedig megcsinálja a filmet az ő szakértelmével, plusz még ő volt az, aki biztosította és behozta a produkcióba az ő saját filmes kapcsolatrendszerét. És én úgy tanultam ezt az egészet meg, hogy minden egyes forratáson, az első kettőt kivéve, mert pont akkor megint operálták a térdemet, ott voltam. Minden egyes forratáson részt vettem, egyrészt mert érdekelt, másrészt mert tetszett, és mindig kérdezgettem őt, hogy ezt most miért így, azt miért úgy, ezt most miért ide rakod ezt a lámpát, most ezt miért És így már a végén már mérés is volt rám, mert azt akadályozom a munkával, állandóan velem kell beszélgetni, engem kell ö, kioktatnia, nekem kell magyarázni a dolgokat. És így szépen lassan beletanultam. Mi időn aztán bele is dobott ő engem a mélyvízbe, hiszen ki volt tűzve egy olyan filmnek már a forratás, ahol teljes szereplőgárda minden le volt szervezve. A filmet úgy hívják, hogy Hótehenken, na ez lett később az életem első rendezése, hiszen egy héttel a forratás előtt ez az operatőr rendező fölhívott telefonon, és azt mondta, hogy ő soha többet nem akar velem együtt dolgozni. Hát ennek hitbéli oka, oka volt, megtalálta az ő saját, hogy is mondjam, csak hitét. És el kellett gondolom, hát külföldi szereplők, sztárok voltak leszervezve, Christoph Clark, Deborah Wells, akik kizárólag barátságból jöttek el hozzám dolgozni, persze pénzért is, de nem az ő extra szuper gázsiukért, hanem a barátságunk miatt annak a töredékért, minden le volt szervezve, és akkor mondtam, hogy hoppá, se operatőr, se rendező, mi legyen. A forgatókönyvet én írtam, hát akkor így összejöttünk a többi kollégámmal, össze ö, a fejünket, megrendezem én a filmet, most már csak operatőrt kell valonnan szerezni, és akkor az egyik ö, ö, asszisztens kollégám azt mondta, hogy megkérdez, fölhív valakit, egy tévés operatőrt, hogy ő elvállalná a munkát, ő elvállalta, így aztán összeállt a stáb, mert igazából csak ők ketten hiányoztak, aki egy személyben volt az operatőr és a rendező, megcsináltam én a rendezést, ő pedig a operatőr, tehát ő vette föl és e, a fel, a így indult el a rendezői karrierem. Hogy hogy épül fel egy forratás, ez egy nagyon jó dolog, ez egy szenzációs, nagyon lehet élvezni. Ha oda megy egy ember, aki kívülálló, az sem más nem lát, csak 10-20 ember rohangál össze-vissza, mint a hangyák. De aki tudja, hogy ez miért és hogyan történik, az tudja, hogy minden egyes embernek megvan a saját feladata, és tudja azt, hogy mit miért csinál hogy a világosító miért oda teszi a lámpát, hogy a berendező miért teszi azt az akármilyen tárgyat, hogy a stylist mér azt a ruhát adja fel a... És aztán a végén, amikor minden összeállt, elhangzik, hogy action, hogy felvétel tessék, akkor lecsendes, tisztul minden. Aztán, amikor régebben én még rengeteget vágtam hagyományos eszközökkel, tehát nem számítógéppel, aztán, amikor a végén föláll az ember a vágóasztaltól, és amikor ebből a 15-20 beta kazettából összeállt az összevágott filmanyag, az aztán meg megint egy nagyon jó érzés. Élvezi ezt? Gyakorlatilag Persze. az egész munka folyamatot? Hát, de most már sajnos nem tudom, mert most már egész más. Most már úgy vágnak, hogy úgy, úgy készül a filmvágás, hogy odaadja valaki, vala, valakinek az ember a kazettát, nem valakinek, tehát egy vágónak, aki hazaviszi, és otthon a saját számítógépen nyilván a rendező instrukciói alapján megvágja. De ma már az, hogy vágóasztal, meg nyolc monitor egy, egy, polcon, ez már megszűnt. Említette előbb, szóval ne egy említette előbb a kollégáját, aki azért nem vállalta elvi hivatkozva, mert megtalálta a hitét. Ön említette korábban, beszéltünk róla, hogy a szülei vallásosak voltak, és ön is vallásos nevelést kapott. Ön vallásos? Vagy önnek ilyen formán nem okozott semmifajta lelkiismereti kérdés ez a műfaj? Én nem kaptam, én nem mondtam ezt, én igazán vallásos nevelést, de én nem kaptam. A szüleim voltak vallásosak, elsősorban inkább amúgy is apu, tehát a szüleim, de én nem kaptam, én nem jártam templomba, én nem jártam semmiféle hittani hit, 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 képzést, nem kaptam. <kül> Innentől fogva nincs uh, lelkiismeret furdalásom, hogy vallásos vagyok-e, azt sem mondom, hiszek valamiben, ami erősebb meg feljebb van, mint mi, de azt teljes mértékben a magánügyemnek kezelem, hogy ezt Istennek nevezem, vagy nem tudom, más elrendeltetésnek, vagy az univerzum erejének, inkább ebben hiszek ez utóbbiban. Ez, ha az vallás, akkor vallás, ha nem, akkor, akkor nem. Értem. Vissza a kezdetekhez. Ö, említett, hogy egy félszeg fiatal ember volt a középiskolai évek elején, amikor legelőször beült egy forgatásra, egy felnőtt film forgatásra. Nem volt zavarba? Tehát azért mégiscsak más, mint fotózni egy szép, de ha nem is messze de csak alulöltözött lányt. Itt azért jó a komolyabb és intimek pillanatoknak lehet az ember közvetlen közelről a tanúja. Nem volt zavarba? Nem pirult? Hát én úgy érzem, hogy nem. Illetve úgy emlékszem, hogy nem és szerintem ennek semmi más oka nem volt, hogy túlságosan el voltam foglalva a technikai körülményekkel, a technikai annyira újdonság volt minden számomra, aztán egy idő után pedig már megszokja az ember. És mazavarba lehet bármivel is hozni önt egy forgatáson? Hát biztos, meg kell próbálni. Nyilván, hogyha olyan dolgot látok, ami nagyon-nagyon extrém, hát talán zavarban nem, de inkább azt mondom, hogy hogy egy ilyen elutasító magatartást nyilván ki lehet bennem váltani. Mert hogyha valami nagyon nem tetszik, akkor azt nem nézem végig, vagy nem csinálom. Olyan nem volt ez alatt a, hát most már 20 év alatt, ugye jól számolom? 91-től pont 20 Igen. év alatt. 92. Akkor inkább 92. Jövőre lesz, 20 jövőre. jövőre lesz 20 éve. Ez alatt a 19 év alatt, amire mondjuk nem annyira büszke? Van, persze. Elmondja, hogy mi az? Nem. Azért nem mondom el, egyrészt mert nem vagyok rá büszke, másrészt pedig azért, mert az rákényszerített az élet arra, amikor még nagyon kell az embernek a pénz, hogy azért azt is meg kellett csinálni. Hát meg is azt mondom, hogy ha loptam volna, már az is elévült volna, mert olyan régen volt. Akkor, amikor ebbe belevágott, és meghányta vetette, hogy én a felnőtt filmekkel fogok foglalkozni, és most megint egy ilyen közkeletű legendával szembesítem. Én úgy képzelem el ezt az ipart, ami Hát nem is azt mondom, hogy félig illegális, de számos olyan erő, érdek találkozásából áll, amivel nem biztos, hogy szerencsés szembe kerülni. Számolt azzal, hogy itt lehet, hogy érdekeket fog sérteni, nehéz, komoly, nehéz fiúkkal fog szembe kerülni, és rálép a tyúk szemükre? No, hát akkor haladjunk szépen a sorjában. Milyen legális vagy félig legális az a tevékenység, ami adóköteles. Azt gondolom, hogy semmilyen. Tehát csak legális lehet, hogyha adózunk utána, már pedig keményen adózunk. Én nem is feltétlenül erre gondoltam, egyáltalán a szexipar összekötik azzal, a lányok honnan jönnek, kihez tartoznak, ki a menedzserük. Na, ez megint egy része. A... Főleg a 92-es években nem biztos, hogy a 90-es évek elején nem biztos, hogy ez annyira letisztult folyamat volt, nem? Ez akkor is letisztult folyamat volt már, hiszen Magyarországra jártak már akkor is külföldi távok rendszeresen, sokkal, de sokkal többen és sűrűbben, mint most. Tehát annak meg volt a háttere, hogy akár a filmes csapat, de akár az, hogy kik azok a modell, melyek azok a modell ügynökségek, akik ehhez a műfajú filmhez biztosítják a modelleket, például a lányokat. Na ez megint az, abban az időszakban eléggé elterjedt negatív előítélet volt, mi szerint mindenhonnan utcáról összefogdossuk meg, árvaházból kiszöktetjük a menekült romániai szegény lánykákat, akiket aztán bezárunk és kényszerítjük a szexre, és hogy itt mindenki orgiákat csap a forratások végeztével, és hogy itt mindenki strici és mindenki prostituált. Na ezek voltak azok a az előítéletek, amik, én, amik, miatt én a nevemet és az arcomat adtam, ez a kezdet kezdetén, hogy ezt elmondhassam, hogy nem. És azáltal, hogy az arcomat, ahogy már az előbb is mondtam, ezáltal azért azt gondolom, hogy hitelessé vált. Az pedig, hogy valakinek rátaposni a sarkára. Én mindig azt mondtam, hogy én senkinek nem vagyok hajlandó belegázolni az ő tehát bele az, az, ő, rontani az ő valakinek az üzletét. Miután ezt akkor senki nem csinálta, tehát nem volt kinek rontanom az üzletét. Akkor pedig, amikor számtalan esetben azt kérték, kérdezték tőlem, hogy tudok-e lányt mondjuk pénzért, aki esetleg egy üzletemberhez kedves lenne, vagy elmenne vele egy éjszakára, vagy bármi ilyesmire, na akkor ez már lehet, hogy bele vágott volna valakinek az üzletébe, nem csak üzleti szempontból sem, hanem etikai szempontból is azt mondtam, hogy nem. Ez nem prostitúció, mondta. Ez ön. nem prostitúció, ez, ez inkább filmgyártás. Egyébként, ha már ezt említjük, ha mondok két végletet, vagy két nagyon szélsőséges dolgok, dolgot, mondjuk a prostitúciót és a művészetet. Melyikhez van közelebb az ön tevékenysége? Szerintem középúton van. Sosem mondtam azt, hogy ez művészet, sőt, amikor művész úrnak szólítanak néha, mindig mondom, hogy én nem vagyok művész, úr, köszönöm szépen. Tehát sosem mondtam azt, sőt, száfoltam, hogy ez a műfaj művészet. Inkább azt mondtam, hogy része a film kultúrának. Nem igazán képzelhető el ma már enélkül, mert nem lehet letagadni, hogy ez létezik. Tehát ez, nem, ez egy létező műfaj, ez egy szükséges műfaj. Nem mondom, hogy mindenkinek, de nagyon sok embernek szüksége van rá. Tehát ez azt gondolom, hogy része a film kultúrának, és hogy mennyire a szexipar része, hát szexsel foglalkozunk, ez tény. De inkább azt mondom, hogy közelebb áll a, a film gyártáshoz, mint a szexiparhoz. Egyébként ön tudna csinálni olyan játékfilmet, amiben <laughs> egyáltalán nincs szex? Hát én csináltam már egy pár olyan filmet, amire nem én, hanem szakemberek mondták azt, hogy ha ebből kivennénk magát a szexi vagy mondjuk nem is vennénk ki teljesen, hanem elindulna egy, ahogy általában az utóbbi időben már csinálom a filmeket, ilyen szoftosabb, lágyabb, bevezető néhány perccel, akkor ez megállna a helyét is, megállna a helyét, mint normál film is. Azon még nem gondolkodott, hogy egy nem e témába vágó, vagy nem eműfajba kereskedő filmet forgasson le? De többször gondolkodtam, meg többször is megkérdezték már tőlem, hogy, meg tudnám -e oldani a feladatot. Én azt gondolom, hogy meg tudnám most már oldani, és meg tudnék rendezni. Lehet, hogy az én sajátos szemszögem szerint, de meg tudnék rendezni egy filmet. De hát nálam sokkal képzettebb rendezők vannak, és nincs munkájuk, nem tudnak. Ugye tudjuk, hogy milyen kevés film készül Magyarországon. Ilyen ambíciói akkor nincsenek? Ha valaki felkérne rá, nem mondanék nemet, de miért pont engem kérnek kérne rá? Ha már ezt említi, a komoly filmesekkel, vagy nem tudom, hogy nevezem, tehát a játékfilmesekkel, akik a film, a szexiparon kívüli filmeket készítik, azokkal milyen a kapcsolata? Tehát azok például, hogy kezelik önt? Egyáltalán kollégának veszik, lenézően bánnak önnel, vagy tekintenek önre, vagy abszolút normális a kapcsolat? Tehát a komoly filmesekkel kapcsolatban, ugye? A komoly filmeseket úgy értettem, akik rögtön helyesbítettem, akik nem a szexiparban dolgoznak. én azt szoktam elmondani, hogy a hagyományos filmesek. Hagyományos, köszönöm. Nem vagyok <laughs> a szavak De vagy nem. No. Volt egy jó pár alkalom, amikor meghívtak filmforgatásra, és teljes tiszteletet kaptam. Tehát nem egyszer volt az, hogy a rendező mellett ültem, és ugyanúgy láttam a monitort, mint ő, magyarázott, mesél dolgokat, ugyanúgy tehát én nem szóltam bele nyilvánvalóan a forratásba, persze, természetes módon, de ugyanúgy kezeltek, mint hogyha én is egy rendező lennék. Tehát nem érzi magát kitaszítottnak Egyáltalán. ilyen formán? Nem, amúgy még nincs olyan különösebb kapcsolatunk. Tehát nincs, nincs semmilyen kapcsolatom a, a hagyományos filmrendezőkkel. Az operatőrökkel van, mert hiszen profikkal dolgozom, világosítókkal van, hiszen profikkal dolgozom, de valahogy nem kerülünk egy platformra mitől lett a kovi a kovi? Tehát mitől lett ön az aki? Tehát mi volt az ön titka, ha ilyen nagyon egyszerűen akarnám megkérdezni? Hát ez több rétű kérdés. Tehát mitől más az ön által előállított film, mint oly sokakér? Miért van önnek négy Oscar és másnak miért nincs ebben a műfajban? Jó páron mondták már nekem azt, nem csak magyarok, hanem külföldön is, külföldiek, hogy az első jó néhány perc után már tudják, még a stáblista nélkül. Ezt akartam hogy kérdezni. belenéz hát egy belenézett szakember a harmadik perc után tudja azt, hogy ezt a kovicsinálta csinálta? Hát nem is biztos, hogy a harmadik, de az ötödik, vagy tíz percen belül biztos. Mitől van ez ön hát, azt gondolom, hogy nekem van egy sajátos stílusom, mint minden rendezőnek. Nekem nagyon jó tanító mesterén voltak, még ha nem is tud, feltétlenül tudnak róla, bár volt, akinek elmondtam. Ilyen például a francia Márdorszel, aki rendkívül igényes filmeket csinál, nagyon-nagyon szépen megcsinálva, gyönyörű szép világítással, csodálatos helyszíneken, gyönyörű szép lányokkal, volt szerencsém neki dolgozni jó párszor. A szerződésben még az is ki volt kötve, hogy milyen típusú fehér neműnek kell a lányokon lennie. Még azt mondta, hogy az sem lehet azt sem látszódhat, ami a fehér neműkön van, ez a kis címke, hogy hol gyártották, milyen anyagok, még azt is el kellett tüntetni. Nagyon-nagyon igényesen csinálta, hogy csinálja a filmjeit. Vagy ilyen volt az olasz Mario Salieri, szintén egy speciális és egyedi, de rendkívül igényes, hiszen ebben a műfajban is van igényes munka és film. Ki ma egyébként az élő legnagyobb felnőtt filmrendező? Szerint? Nem. Szerintem. Udman, szerintem. Ön hányban van mondjuk a világon? Hány között van? Hú, ezt nem tudom megmondani. 50-ben talán. 50-ben? Talán, nem tudom. Azért azt tudni kell, hogy Amerikában nagyon sok rendező van. Tehát Amerika ez egy külön világ. A lehető legnagyobb gyártó és felvevő piac. Tehát ott egy európai név azért nagyon nehezen kerül be a köztudatba. Ezért is voltam büszke például a négy oscar díjamra, mert oda az első kettő meg főleg. Az én kategóriámban, a legjobb külföldi rendező kategóriában, ha jól emlékszem, 80 voltunk jelölve. Rajtam kívül a hét másik rendező százszor ismertebb volt. Rocco Sifredi, Christoph Clark, Pierre Woodman, Anita Rinaldi, hogy csak egy párat mondjak. Ha, ha olyan alapon osztogatnák a, például ezt a díjat, hogy üzleti alapon, akkor mind a hét simán vert volna akkor még teljesen ismeretlen voltam például Amerikában, és mégis az a film nyerte meg, a, illetve a film is, meg az én rendezésem is. A... Költségvetésben is más, és gondolom a hasznok is egész más ö, számszorzóval működik, mint mondjuk az ugye? Hát nálunk nagyon-nagyon nagy nehézség, például csak idézve a nyelvi nehézségek. Tehát a beszéd, az angol nyelv. Az amerikai piac nem fogadja el a, a szinkront tehát az, hogy magyarul beszél a szereplő, és akkor ők angolra leszinkronizálják, inkább feliratozzák, de az megint nem túl jó. Most innentől fogva egy magyar szereplőtől elvárni azt, hogy jól beszél angolul, és a kiejtés, is lehetőleg hasonlítson egy normális angolul beszélő valakire, ez, ez, már iszonyatos nagy, <coughs> nagy hátrány. E, és hát az ugye, hogy, hogy anyagilag egy, egy igazán jól menő és komoly tőkével rendelkező, és komoly kapcsolatokkal rendelkező amerikai helyi stúdió, az nagyon nehéz. Azt, azzal versenyezni iszonytatóan nehéz. Én dolgoztam olyan amerikai céggel együtt, akinek másfél évre előre be volt tervezve az, hogy melyik filmjét, melyik nagy kábel tévének adja el, ami a legnagyobb pénzt hozza. Tehát már abban az időszakban is a legnagyobb pénzt az hozta, hogy egy filmet most nem mondom, rengeteg pénzért a költségvetés duplájáért adták el, már ebből volt 100% haszon, és akkor még egy DVD-t nem adott el. Ha már a pénzt és nem akarok a zsebébe turkálni, de úgy képzeli el az ember, egy magamfajta ember, aztán lehet, hogy naív vagyok, a, egy ilyen nagyhatalmú, ebben a műfajban mozgó embert, mint aki palotában él, remek autókkal szaladgál, jó szivarokat szív, a tengerpartra jár nyaralni, ez nagyon légből kapott és amerikai álomíző elképzelés? Ezzel szemben ön itt Magyarországon egész más nívón él? Egész más nívón élek, mint egy amerikai vagy akár egy nyugat-európai hasonló ö, műfajjal foglalkozó rendező. Csak mondok egy példát. Amikor még volt Cannes filmfesztivál, ebben a műfajban is, mert ugye egyszerre rendezték meg a hagyományos filmek fesztiváljával, akkor én emlékszem rá, hogy mi kocsival mentünk a feleségemmel Budapest és Kám között, lehetőleg egyszerre levezetve, hogy még azon is pénzt sporoljunk. Mi az amerikaiak, az, hogy repülő, az a minimum business class de volt olyan, aki, és persze limuzin bérelve, a, mert Kánban nincs repülőtér, csak ha jól emlékszem, Nízában, és onnantól fogva a limuzin. Na most azért már ez óriási különbség. Én voltam egy-két rendezőnél vendégségben Kaliforniában, hát olyan ház, az kevés van. az egyiket például úgy hívták, hogy az Enterprise ház, mert az a Enterprise űrhajóhoz hasonlított a, a háznak az alakja. Egyébként... Persze ez nem sírás, bocsánat. Tehát nem, nem, azért mondom én ezt, csak itt a, nagyság, a nagyságrendeket szerettem volna érzekeltetni, hogy amíg egy amerikai az megterti, Mondjuk a száz egység, az... egység, akkor az öné mennyi? Hmm, ezt így még ezen nem gondolkodtam. Húsz. Az se rossz. Az se rossz. Az se rossz, de mégsem száz. Egyébként ön szeret jól élni? Ki nem. Ő meg is adja a módját? Tehát ez a fajta része, tehát nem a halottal, és nem az, hogy külföldi autócsodákkal jár, de mondjuk jó szivar, jó étel, jó ital az azért megadja a testnek, amit jár ilyen formán. Hát, van egy autóm, ami 11 éves, egy lancsia kapva. Imádom, szeretem, a baráti köröm is megkérdezi, hogy miért nem cserélem már le. Minek? Meg vagyok vele elégedve, akkor csak azért nem fogok egy másik autót venni. Én, én azt szoktam mondani, én nem csajozós autót akarok magamnak, hanem egy olyat, amiben jól érzem magam. Ha valamit ha, tehát én például szeretek finom bort kortyolgatni. Akkor azt hiszem, ami tényleg finom. Nem azért, mert nem nálam nem az a kritérium, hogy drága legyen, hanem az, hogy finom legyen. Van például Tokajban borász barátom, kiváló bora van, az ő borát iszom, és nem valami kaliforniai csodát, vagy egy francia különlegességet. Mert nekem, nekem van Egerben is borász barátom, tőle is kapom a borait, nagyon finomak. Amúgy is külföldön nem, már nem egyszerre szerveztem borbárban a tulajdonossal, hogy mi a csodája, nincs magyar bor. Miért ez a, nem akarom degradálni, de méreg drága, még ez kalif, mondjuk kaliforniai bor. Tehát nekem, én nem vagyok ezt November. én azt, ha ízlik valami, akkor azt szeretem. És nem számít az, hogy most én, ha megtehetném, akkor ígyak 4800 forintos bort, mert az a drága. Ha nem ízlik, akkor tök mindegy, hogy mennyibe kerül, akkor az lehet bármilyen árkategória. Szóval nem él fényűző életet, egy átlagos, jobb módú ember kategóriájába tartozik. Ott takasztottam akasztottam, meg ott vágtam a szavába, amikor az, az volt a kérdésem, hogy mi volt az ön sikerének a titka, tehát mitől ért el azt, amit elértett, mitől más az ön filmje, mint mondjuk a kollégáé. Az igényesség, ha nagyon röviden össze akarnánk foglalni? Tehát hát a... Igen, erről beszéltünk, hogy, hogy én ha nem is azt mondom, hogy lemásolni akartam, de azt mondtam, hogy ilyen típusút akarok csinálni. Tehát ilyen igényesen ö, megformált ö, filmeket akarok csinálni, és hát aztán úgy látszik, ezt ki is tanultam. Létezik ebben a műfajban olyan, hogy úgynevezett gonzó. Na most, amikor ez elindult, ez hasonlította az amatőr stílusra. A jellemzője az az volt, hogy, illetve a mai napig is az, hogy nem nagyon törődnek, se világítása, sem csak történjen, aminek történnie kell. Na én ebben is nincs történet, nincsen sztori, semmi. És ez adja a báját tulajdonképpen az egésznek? Hát azoknak, nem. akik azt mondják, hogy nem kell a történet, mert én a szexre vagyok kíváncsi, tökéletesen megfelel. De nagyon sokan elvitték ezt a műfajt is abba az irányba, hogy igénytelen legyen. Én, amikor megrendelésre elkezdtem ilyen filmeket gyártani, akkor azt mondtam, hogy ebből is megpróbálok belevinni minőséget. Tehát azt, mondom, hogy engedjük itt, azt csináltok szereplők, fiúk, lányok, amit akartok, de úgy csináljátok, hogy jól lássuk, és ezt is nem szólok bele, hogy mi a póz, nem szólok bele, hogy azt is hogy csináljátok, csak szépen legyen az egész agyusztálva. És akkor innen nem is én találtam ki erre a jelzőt, hanem egy holland filmes, aki azt mondta, hogy amit én csinálok, az a gonzo highlight. Tehát ebben a gonzo műfajban is a magasabb színvonal. Én arra mindig is törekedtem és törekszem, hogy ne egy színvonal nem akarok lemenni. Van egyébként olyan, amit ebben a műfajban egy magára valamit adó film ma 2011-ben akár szituáció, akár, akár egy stílusi akár egy képi megoldás, az annak köszönhető, hogy ön hozta divatba? Nincs? Nem hiszem, Tehát ilyesfajta védjegye nincs? Nem hiszem, hogy lenne. Nem, nem, nem. Hát azért különleges, én nem csináltam. De nem találtam ki semmi olyan újdonságot, ami, ami az előtt vagy nem volt, vagy most annyira új, hogy most ezt átvették emberek, és én indítottam el, nem tudok. Gyakran megütötte a fülem, olvasva vagy nézve az önnel készült interjúkat, hogy kínosan ügyel arra, hogy az ön filmjeiben szereplő hölgyek ne legyenek buták, finoman fogalmazva. Tehát, hogy egyfajta intelligencia szükségeltetik hozzá ebben a közegben számít ez valamit? Hát itt elsősorban nem okosnak kell lenni egy lánynak, nem? Kit zavarna ez, ha mondjuk történetesen buta lenne az a hölgy? Ez csak részben igaz, mert nyilvánvalóan dolgoztam én is olyan lányokkal, meg dolgozom olyan lányokkal, akiket ezt szoktam mondani, nem az eszükért szeretünk. Na de amikor, tehát ezt is meg szokták kérdezni, hogy hogy kezdődik nálam, mi, mi, miből áll nálam egy szereplő válogatás? ugye rögtön vetközteted. Csak akkor szoktam mondani, hogy nem, mert ez az igazság, hogy előtte elbeszélgetek egy pár percet az illető mondjuk hölgyel, a testbeszédéből le tudok már mérni egy-két dolgot, hogy ül le, milyen a sminkje, milyen nyirápolt a körme, milyen ruházata van, hogyan kommunikálunk, akiről azt látom, hogy, hogy érdemes már valami többet is kezdeni, mert nyilvánvalóan vannak nagyon szép lányok, de tényleg nem az eszükért szeretjük őket velük is szívesen dolgozom, csak akkor őket olyan jelenetekbe teszem be, ahol nincsen szinte, vagy nincsen színészkedés, játék, vagy csak minimális, és akkor azt ő azt meg tudja oldani. De akit úgy látom, hogy tényleg lehet vele mit kezdeni, akár egy kis színészi teljesítményre is képes, akkor őt már be tudom olyan jelenetbe is rakni, ahol tényleg el kell játszani valamilyen karaktert. Nyilván itt nem kell komoly színészkedésről beszélni, és nem ebben gondolkodunk, hiszen ők fiatal, 18-19-20 éves fiatal fiúk, lányok, adott esetben nulla, nulla kamera tapasztalattal. Tehát, szóval nem árt, ha megvan a magukhoz való eszük. Hát az magukhoz való eszük minden, mindenkinek megvan, csak kérdés, hogy ez milyen irányba. Ha valakinek ez valakiből az szűrődik le, hogy tényleg el is tud mondani 5-6-10 mondatot, ezt jól artikulálja, és szépen el is tudja játszani, hogy mit mondjon, akkor, akkor az már jó nekem. Akkor már vele el tudok játszatni egy szerepet. Akkor ő már meg tud tanulni, amennyi szükséges mondatokat el is tudja mondani. Aki pedig nem, akiről ezt látom, mert mondom még egyszer, sokkal könnyebb jelenetekbe rakom be. Ahogy mondjuk csak szex van. Hallottam egy nagyon érdekes történetet önnel kapcsolatban, nevezetesen, hogy a fiatalkori nagy szerelme az medvecki volt, és amikor először találkoztak, és ezt elmondta neki, mármint, hogy gyerekkorában mennyire szerette őt, akkor fülig elpirult. Ez igaz? Lehet, hogy most is elpirult. Most is elpirult. <laughs> Ez egy aranyos sztori volt. <laughs> volt egy, most hirtelen nem üteszem a film címe, ahol medvecki táncolt, és akkor egy pillanatra ledobta. Egy a... magyar návog. Azt hiszem, igen, igen. És uh, egy pillanatra ledobta a blúzát, és lehetett látni a kebleit. És akkor én ezt a filmet, hát én nem is tudom, fiatalkoromban hányszor láttam. És hát a, mondhatom azt, hogy volt egy plátói szerelem, hát persze, hogy plátói. És egy, volt egy rendezvény, ahol egy vacsora pontosabban, ahol egymás mellé ültettek bennünket. És akkor beszélgettünk mindenről erről, és akkor, na, akkor elmondom. Jaj, de aranyos, mondta a művésznő így rám, na, akkor aztán elpirultam, mint a paradicsom olyan vörös lett, <laughs> és akkor azóta ez így, ilyen így kedves történet. Azon gondolkodtam, hát most már 50 perccel beszélgetünk, hogy lehet, hogy voltak éppen Covi egy szemérmes ember? Hát. Nem szeretek káromkodni, nem használok trágár szavakat. Megtanultam azt, hogy te, persze a forratáson szó kell lenni. Tehát ott, miután fölvesszük a, 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 az élő hangot, ott nem lehet körbeírni bizonyos szituációkat, hogy mit hogyan csináljon. Ott minél rövidebbnek kell lenni, mert azt a hangot ki kell majd javítani, hogy nem maradjon benne az én instrukcióm. Ott szó kell lenni. A magánéletben pedig én megadom másnak a tiszteletet, remélem nekem is megadják, vagy ezt tapasztalom, nem beszélek csúnyán senkivel, mert nem tartom odavalónak. Nem mondom azt, hogy nem vagyok én se egy szent ember, hogy néha nem káromkodom el magamat, mint bárki más, de nem használok kötőszavaknak bizonyos, ma már egyre inkább hétköznapinak vélt, vagy hétköznapinak tartott szavakat akkor szerintem maradjunk annyiba, hogy egy nagyon sokra jutott felnőtt filmproducer megjegyeztem egy életre, aki adott esetben még el is tud pirulni, hogyha szerelmet van egy gyerekkori szerelmének. Maradjunk ebben. Örülök, hogy láttam. Köszönöm én is.